Kupák, érmek és különböző neves sportesemények emlékeit láthatják a Szent István gimnázium egyik folyosóján mostantól az érdeklődők, hiszen egy igen különleges kiállításnak adott helyet az intézmény. Ezek a tárgyak többségében Lelkes András egykori diák emlékeit őrzik. Lelkes András polgári családból származik, Kalocsán született 1935-ben. 46-tól a gimnázium tanulója, de tanulmányait nem tudta befejezni, mert a családját kitelepítették a városból. Kiskunfélegyházán érettségizett, majd testnevelő tanárként diplomázott. A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola testnevelési tanszéken tanított, onnan ment nyugdíjba. Gyerekként és felnőttként is aktívan sportolt. Amíg tornáztam versenyszerűen, addig azért kísért végig, ahogy a tornát abba hagytam, maradt a tenisz, ahol szintén nyertem 12 magyar bajnokságot, maradt a sí, maradt a kajak, maradt a úszás, végig kísért, és mi ma 70 is vagyok, már 81, ha igaz, ma is sportolok rendszeresen naponta. Erre akarja ösztönözni a fiatalokat az a díj is, amit a Szent István gimnázium osz ki ezentúl a kiváló sportolói részére. Lelkes András 1 millió forint összegű adományt ajánlott fel a tanulói ifjúság számára. Igen, örülök annak, hogy a sportot a jó tanulással összekötötték itt is. Az egyik, a másik pedig a maradék, ami ugyan nem olyan nagy összeg a mai kamatokat figyelembe véve, de abból pedig sportszereket, hogy a gyerekeknek lehetőségük legyen, az, hogy ne kelljen várni egy labdára, kell 6 labda legyen egy osztályon. A kiállítás tárgyai között nővére, Lelkes Dalma fotói is helyet kaptak, hiszen ő is a kalocsai intézmény lépcsőit koptatta a diák évei alatt.